rendőrségi bírságok sorozatát kapják a Mi Hazánk mozgalom vezetői, immár Facebook bejegyzésekért is. Kormányzati beavatkozással is korlátozzák tehát a Mi Hazánk vélemény nyilvánítását, miközben a Facebook minket érintő cenzúrája is példátlan. Senki sem írhatja le Torockai László pártelnökünk nevét, a képének közzétételéért is tiltás jár. A legolvasottabb jobboldali hírpoltár, a kuruc.info, vagy a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és több más szövetségesünkhöz hasonlóan cenzúráz a Facebook, sőt, a cigánybűnözésről, halálbüntetésről, szegregációról, homoszexuális propagandáról, illetve annak tiltásáról, fehérellenes rasszizmusról sem lehet véleményt nyilvánítani a Facebookon. A rendőrség pedig megbírságolta Torockai László a Mi Hazánk elnökét, 150 ezer, Dúró Dóra elnök helyettest 200 ezer, engem alelnökként szintén 200 ezer, Árgyalán János pártigazgatót 150 ezer, dr. Apáti István országgyűlési képviselőt 130 ezer forintra, és a mozgalom számos tagja kapott még bírságot, sőt a jogvédőként fellépő dr. Gaudi Nagy Tamásra is kiszabtak egy 100 ezres büntetést a Deák téri lincselés áldozataira emlékező kegyeleti megemlékezésen való részvétele miatt, illetve Dúró Dórát és engem azért is megbüntettek, mert a Facebook oldalunkon mertünk buzdítani az országos roma önkormányzat székháza előtti rendezvényre. Szimpatizánsaink bírságainak kifizetésére a Mi Hazánk mozgalom gyűjtést indított. A rendőrség mindenkinél hivatkozik a veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése, szabálysértés elkövetésére, holott maszkban és a szükséges távolságok betartásával gyülekeztek a résztvevők, ellentétben a rendőrökkel, akik ráadásul a Dohány utca egy részének lezárásával végül összezsúfolták a tömeget. A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokokat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel. Eljárást indítanak a párt két országgyűlési képviselője ellene is, akik természetesen mindketten önként lemondtak mentelmi jogukról, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely hadat üzenne a politikus bűnözésnek is, és ezért eltörölné a képviselők mentelmi jogát egyedüli pártként. Kérjük, hogy aki ellen eljárás indult a kegyeleti megemlékezésen való részvételünk miatt, jelentkezzen a novak.elotkukac.mihazánk.hu címen, hiszen a Mi Hazánk jogi védelmet biztosít, és ha minden jogorvoslati lehetőség kihasználása ellenére is bírságot kap végül valamelyik szimpatizánsunk, azt adománygyűjtésből fedezzük. Adományokat a mihazánk.hu/támogatás oldalon található módokon fogadunk, szolidaritási adomány közleménye. Köszönjük a támogatásokat, hazánkat szolgáljuk. Most pedig bemegyek a rendőrpalotába, hiszen a BRFK főtisztjeivel lesz tárgyalásom a homoszexuális propaganda felvonulás miatt tegnap bejelentett ellentüntetésünk ügyében, ugyanis a garázdaságot is megvalósító és immár nemzeti jelképünket is megsértő deviánsok felvonulását nem tiltották be, míg a Mi Hazánk ellentüntetését viszont megtiltanák.